sem esett, sem Krisztus előtt, sem Krisztus után, sem erre e kerek világon. Egyszer esett ez a csoda a földön, itt, magyar földön, Mátyás királyunk idejében. Hogy segítse magának kifordítani ezt a földet. Hely, kérem, ez olyan büszke nyakas panasz, hogy az ilyen magamfajta emberrel szóba sem áll. De még a levegőt is irigyeli tőlünk. Ezek hallatára a mi segítőkét Mátyás királyunk köszönés nélkül 2 méterrel odébb ment, és megszólította a gazdag embert is. Adjon Isten jó napot! Jó munkát! Halad-e valahol? Adjon Isten magának is. Mit kérne magának is, ha volna? Hát, gazd uram, ha már így kérdi, mondom is én. Akkéne, gazd uram, hát hogy is mondjam, több emberség kéne föld. Nem látja, hogy killódik 2 gyenge lovával az a szántóvető ember? Ugyan, gazd uram, fogjon ki maga is egy jó lovat, hadd szántsa már fel ő is könnyebben azt a balányi kicsi földjét. Na, abból se kell legyék az a koldus. Én nagy gazda vagyok. Hadd csak, szántson ő a két kedvényében. Az illik hozzá. Ide figyeljen, barátom. Adj el a 2 lovát, és az összes pénzem vegyen kutyámat. Mindegy, hogy a kutya milyen fajta, csak minél többet vásároljon belőle. És ekkorra, meg ekkorra hozza fel Budavára. Azon a napon lesz egy kutyavásár.